Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket. És hálát adok én is, Uram, te jelenlétedért, köszönöm neked, hogy kereshetünk téged, és kereshetjük a te akaratodat, a te tervedet az életünkre nézve. Köszönjük neked, hogy nem vagy távol tőlünk, ahogy énekeltük is, hogy bennünk vettél lakozást, és hálát adunk neked, hogy közelebb nem is jöhettél volna. Köszönjük a te igédet, hálát adunk neked azért a bölcsességért, ami felülről van, azért a világosságért, amiben járhatunk, és imádkozom, Uram, hogy világosíts meg a mi sötétségünket, és azokat a területeket, ami még változásra vár, kérünk téged, ami még javításra vár, ahol gyengék vagyunk, ahol nem tud megvalósulni a te terved, imádkozom ezért, és hálát adok neked, hogy együtt lehetünk. És kérünk, Szentlélek, hogy jelens ki magad, és jelens ki a te tervedet az életünkre nézve. Amen. Amen. A mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy az élet zsinór mértéke. És kérlek, hogy nyissátok ki a könyveteket, a Bibliátokat az Ámóc 7. részénél, ahol a proféta több látomást is lát, elég szörnyű dolgokat lát, és közben is jár Istennél, és a 7. verstől szeretném, a 7. rész Ámóc könyvének 7. részének 7. verse így szól, hogyha megtaláltátok, olvassuk. Ilyen dolgot láttatott velem az Úr. Íme ott állott az Úr egy függőleges kőfalon, és a kezében mérő zsinór volt. És mondta az Úr nekem, mit látsz, Ámos? Én pedig mondtam, mérő zsinort. És mondta az Úr, íme mérő zsinórral mérek népemnek. Eddig elég, mert ez az Izraelre vonatkozik, ugye a kijelentés, de abban a helyzetben ez pusztulás jelentett, ítéletet jelentett ez a megméretés, ez a zsinór mérték. De a mi életünk abban hasonlít, és abban kapcsolódik ehhez az igéhez, hogy Isten szelleme minket is mér, méri a hitünket, méri a cselekedeteinket, ahogy Timó is, és a lelkiismeretünk is vizsgálja ezeket a területeket. Főleg a cselekedeteinket, mert kapunk egy visszacsatolást, egy visszajelzést a lelkiismeretünkön keresztül, de sokkal tisztább képet ad a Szentlélekkel való közösség arról, hogy végül is hol tart az életünk, és hogy mik azok a területek, ahol igazából szükségünk van megújulásra, szükségünk van változásra, szükségünk van olyan megújításokra, felújításokra, hogy otthonos legyen Isten jelenléte az életünkben, és mi is otthon érezzük magunkat. Ugye egy épületben vagyunk, és mindannyian épületekben élünk, és lakunk, és azt mondja a Biblia, hogy mi magunk is egy épület vagyunk, ráadásul egy templom, és a közösségünk is egy ilyen templom, má kell, hogy felépüljön. Szellemi ház. Akik építkeztek, azok tudják, hogy vannak előírások, és vannak szabályok, amik meghatározzák az építésnek még az anyagát is, a módszereit, és minden mást. Tehát nem lehet cicózni, tehát egyébként nem adják ki a lakhatási engedélyt, mert ha nem azokat az anyagokat, vagy nem úgy építed be abba az épületbe, akkor az nem felel meg azoknak az előírásoknak, és egyszerűen nem lakhatsz benne hivatalosan. És ugye elgondolkoztam rajta, amikor olvastam ezt az igét, hogy vannak tehát mi ez a zsinór mérték? Mi ez a zsinór mérték? Induljunk innen. Az építkezésnek vannak eszközei, amik segítik azt, hogy valami jó legyen, valami jó készüljön el.
Ez a zsinór mérték a mai vízmértékkel is párhuzamba hozható, és nagyon érdekes, elgondolkoztam rajta, egyébként a nyáron építettünk, nyáron is építettünk falat, van, aki szerint én állandóan építkezek, szeretek építeni. Használt téglákból a kéménynek a körül építettünk egy vas csövet. Barátom Balatonon biztos néz, és innen is üdvözlöm a Gyulát. A könyves barátunk, testvérünk Balaton Csicsóról. A lényeg az, hogy nem tudom elmondani nektek, hogy hányszor tette rá arra a téglára a vízmértéket. Minden egyes téglára. És nem egyféleképpen tette rá a vízmértéket. És elgondolkoztam, hogy itt van ez a zsinórmérték. És valóban a mai napig a könyvesek használják a zsinort, mint hogy a fal az ne görbe legyen, hogy a végén ne úgy nézzen ki, mint a pizzai ferde torony, hanem ne legyen veszélyes, hanem egyenes legyen. És ennek érdekében kétfajta koordinátában is mozogni kell. Az egyik a vízszintes, a másik a függőleges. Ha láttatok már vízmértéket, akkor tudjátok, hogy két ablakocska van rajta. Két buborék van benne. Az egyik buboréknak a segítségével meg lehet állapítani a vízszintest. Az van középen. És a másik buborék, ami itt a végében van, azoknak is ablakban, az azt tudja megállapítani, hogy mi az, ami függőleges. És ebben a két koordináta rendszerben mozog az embernek az élete is, ha belegondolsz. Mert a függőleges, az Istennel való kapcsolatunk, és a vízszintes pedig az egymással való kapcsolatunk. Belegondoltam ebbe, hogy milyen nagyszerűen példázza ez a vízmérték, ezt a két dolgot, és nem mondhatjuk egyikre sem, hogy hát ez nem olyan fontos. Se arra, hogy mi az, ami vízszintes, se arra, hogy mi az, ami függőleges. És tudjátok, ott kezdődik az egész, amit úgy tudnám megfogalmazni, hogy van az embernek istene, és van az Istennek embere. Az Isten emberét sokszor használja kifejezésként az Ószövetség prófétákra, főleg Illésre. De az a helyzet, hogy az Isten embere az olyan, és szoros összefüggésben van azzal, hogy milyen az ember istene. Milyen istenképed van neked? És ezt itt, ha belegondoltok, a világ vallásai, akik Isten nevében élik az életüket, emberek, hogy mennyire különbözőek és mennyire szélsőségesek. Még szélsőségesen különbözőek. Tehát a Mohamedántól a buddhistán keresztül egész a keresztényekig. És még a kereszténységen belül is. Milyen istenképe van valakinek, milyen hite van, úgy így is mondhatnám, az Istenbe vetett hite, az Istennek képe, az meghatározza, hogy ő maga viszintesen a kapcsolataiban milyen módon éli az életét, hogyan kapcsolódik emberekhez. És nagyszerű kép ez, ahogy a vízmérték mutatja, és egyáltalán nem mindegy, hogy az a fal egyenes, a szellemi házadba, vagy görbe. Egyáltalán nem mindegy, hogy a padló vízszintes, vagy hullámos, vagy fel lehet bukni benne, vagy milyen állapotban van a te szellemi házad. Melyik az a terület? És ez teljesen mindegy, hogy ugye, hol tartunk ebbe az építkezésbe. Ha már régen épül a szellemi házad, akkor is mindig van, ahogy a nyáron itt szükség volt, egy felázás miatt a tatarozásra és a felújításra. Nincs újra szükség,
És újra szükség van, mert valami ok nem lett megszüntetve. Mert nem tudjuk az okát. Vagy miért ázik föl a lépcsőházba a fal. És ilyen az embernek az élete. Hogy meg kell találni azokat az okokat, amik okozzák azt a romlást az életedbe, hogy meg tud szüntetni. Tehát az kevés, hogy levered vakolatot, azt újra vakolod és újra fested. Mert egy év múlva megint ugyanúgy az lesz. És lehet, hogy penészedik, lehet, hogy beázik, lehet, hogy fú, annyiféle dolgot tapasztalunk. A mi házunkat is föl kellett újítani, mert a tető az olyan volt, hogy a cserép magába állt, már léc se volt rajta, kirohadt alóla. Tehát ilyen állapotban is lehet valakinek az élete, mint a mi házunk. És a kérdés az, hogy lehet, és van olyan barátom, testvérünk, aki most kezdte az építkezést, most alapozta meg, a sávalapokat töltötte be, és még a tükörig szeretne eljutni az éven, amíg az időjárás engedi. Tehát van, akik most kezdik az építkezését az életüknek is, most érnek meg, most fordulnak oda Isten felé, és teljesen mindegy, hogy hol tartasz, de mindenképpen szükségünk van olyan útmutatásra és olyan támpontokra, amik alapján az életünk az örömteli lesz. És az otthonunk magunkba, tehát amikor te magadba vagy, akkor azt mondod magadnak, hogy jó élni, jó az Úrra járni. Mert öröm tölti be a szívedet. És nem a keserűség. És nem az, hogy mikor lesz már vége az életemnek. Hanem az, hogy Uram, használj. Uram, vezess. Jó veled járni. Jó a gyermekednek lenni. Olyan jó, hogy megismertelek. A legjobb döntés, amit hozhattam az életemben, hogy az Úr mellett döntöttem. Ez az, amit soha nem bántam meg. És ez sokszor úgy kezdődik el, hogy van egy felismerés. Egy felismerés, hogy valami nem jó. Valami elhajlott. Valami nem úgy van az életemben, ahogy kellene legyen. És ezt ki kell javítani. És ezért áll meg Isten a mérőzsinórra. Hogy rámutasson arra, hogy mi az, ami elhajlott, mi az, ami... És azt mondja az ige, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk. Mindnyájan elhajlottunk. Tehát nincs közülünk egy se, aki kereste volna Istent, aki előbb szerette volna Istent, mint ahogy ő szeretett bennünket. Tehát mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk. És mindannyiunknak szüksége van korrekcióra, és szükségünk van azokra a szempontokra, mondhatnám azokra az normákra, értékmérőkre, vagy szabályokra, amik alapján az életünk az örömteli lesz és boldog lesz. Tehát nem a boldogságot kell keresni, ahogy nemrég hallottuk, hanem meg kell nézni, hogy mik azok a szabályszerűségek, ami alapján az életünk boldog lesz. És a görög kánon szó egyébként héberül kanach, vagy kanech, vagy hébel, vagy kav, jelenti ezt a zsinormértéket. A görög kánon egyébként pont ezt jelenti, hogy értékrend, vagy értékmérő, vagy szabály, vagy norma. Ha belegondolsz a norma szóba, hogy mi normális, és mi abnormális, vagy nem normális. Ez különböző kultúrákban, különböző népeknél más és más. Más és más szokások, más és más dolgok, életvitel. De a kérdés az, hogy a szellemi életben ki tudja megmondani azt, hogy mi a normális, és mi a nem normális. Valaki mondja meg.
milyen az élet. Valaki mondja meg, miért ilyen. Valaki mondja meg, miért szép az élet. Valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, kinek kell hinnem. Valaki mondja meg, kinek nem. Valaki mondja meg, ki hova érhet. És milyen az íze az életvizének. Adam is ezt úgy megfogalmazta, és sokszor összetöretéssel jár. Ahhoz, hogy szembesüljél azzal, hogy valami nem jó, sokszor összetöretik az ember. És ebben az ítéletben, ami egyébként nem Istennek az ítélete, csak magának a bűnnek a szellemi törvényszerűsége, mert a bűn zsoldja a halál. A bűnnek a következménye, a bűnnek a gyümölcse az a halál. Mindegy, hogy a bűnt hogy hívjuk. Paráznaságnak hívjuk, hazugságnak hívjuk, csalásnak hívjuk, hűtlenségnek hívjuk. Mindegy, hogy hívjuk a bűnt. Rengeteg változata és válfaja van. De az, hogy mi a bűn, azt Isten tudja megmondani. Mert az, a társadalom számára a legtöbb dolog, amit Isten elítél, az belefér. És egyre több minden fér bele. És Isten igéje alapján tudunk eligazodni. És ezért mondja Pál apostol, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz. Itt szó szerint azt a szabás mintát, amit nagyapa használt, ami fel volt a kakaszga, a nagypapám szabó volt, tele volt a műhely kartonpapírokkal, különböző alakba kivágva. És attól függően, hogy milyen méretű zakóra vagy gatyár, nadrágra volt szüksége valakinek, leakasztotta a szabás mintát, ugye méretet vett, és a kettőből kivágta azt az anyagot, amire szükség van, amit összevart. És így lett egy zakó, vagy egy nadrág, vagy akármi mellény. És az a szabás minta szó szerepel itt. Ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, hanem változzatok el. Változzatok el. Ti elméteknek a megújulása által. Hogy meg tudjátok ítélni, hogy mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. A félreértések elkerülése véget itt nem háromféle akarat van, hanem egyféle akarat van, ami jó is, meg tökéletes is. És kedves is. És egyszerűen ezt a szabás mintát kell megtaláljuk az életünkre, és akkor jól fog állni rajtunk az élet. Jól érzed majd magad az életedbe, a bőrödbe, hogy így mondjam. Jól fogod érezni magad. Mert Isten tudja, hogy mi az, hogy dolce vita. Isten tudja, hogy mitől jó az élet, és mitől nem. Isten tudja, hogy kinek kell hinned, és kinek nem. És ő meg tudja mondani aktuális helyzetekben ezt. Szóval a zsinórmérték itt az igében több jelentése van, de az egyik az ítélet, a másik pedig a romoknak az újjáépítése. Tehát minden, ha úgy tetszik, akkor az ébredés ezzel kezdődik. Nemrég szó volt az ébredésről Jézus idejében. Az ébredés azzal kezdődik, hogy van egy felismerés, hogy valami elhajlott, valami rossz, valami másképp van, mint ahogy lennie kellene. És nem normális, ez nem az az értékrend, amit Isten, vagy nem az a szabály, amit Isten kijelentett, ami szerint az életünket nem azért, mert kényszeríteni akar, hanem azért, mert szeretné, hogy jó dolgunk legyen. Hát ő teremtette az életet. Ő teremtette az embert.
Azokat a szabályszerűségeket, amitől az ember élete vagy jó vagy rossz, ez határozza meg, hogy mit mondott, és hogyan működik az embernek az élete. És ezért szükségünk van erre a zsinórmértékre. Az Úrral való kapcsolatunkban oda kell tenni a vízmértéket, és a egymással való kapcsolatunkban, a cselekedeteinkben, a hittünkben és a cselekedeteinkben egyaránt. És erről beszél Ézsaiás 28, hogyha kinyitjátok, hogy a törvényt nevezi a próféta Ézsaiás 28:17. És a jogosságot mérő kötéllé tettem, és az igazságot színelővé, és jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket. És eltöröltetik a halál való frigyetek, és a sírral való szövetségetek meg nem áll, az ostorozó áradat, ha eljő, eltapott titeket. Stb. És előtte egy nagyon ikonikus vers, 16. vers, hogy így szól az Úristen, íme Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut. Érdekes, hogy hogy jut el ide. 14. verstől. Ezért halljátok az Úrnak beszédét. Csúfoló férfiak, akik uralkodtok-e népen, amely Jeruzsálemben lakik, mert így szóltak, frigyet kötöttünk a halállal, a sírral, meg szövetséget csináltunk, az ostorozó áradat, ha jön, nem ér el minket, mert a hazugságot választottuk oltalmunkul, és csalásban rejtőztünk el. Azt gondolják emberek, hogy a csalás és a hazugság oltalma mindvégig meg fogja őrizni őket. De azt mondja a proféta, hogy figyeljetek, tettem egy követ, egy próbakövet Sionba. És az igazságot, illetve a jogosságot tettem mérőkötélé, és az igazságot színelővé. És nem fogtok megmenekülni. Mert ezen a mércén nem áll meg az életetek. És nem egymáshoz kell mérnünk magunkat, hanem az Isten igéhez kell mérnünk magunkat. És rögtön rávilágít arra a önbecsapásra, amit sokkal mondunk és mondtunk magunknak, hogy jók vagyunk. Hát bennünk nincs rossz. Hát van valami, de ahhoz képest, ami abban, meg a másikban, meg a harmadikban van, ahhoz képest mi teljesen normális emberek vagyunk. És nem az a kérdés, hogy van bennünk-e jó, hanem hogy Isten mércéje szerint ez jó-e, ez elége, hogy megtartsa az életünket. És azt mondja, hogy nem. De aki benne hisz, aki rááll erre az erős alapra, az nem fut. Az nem menekül. Hány ember hoz rossz döntéseket menekülésből? Mert az életnek a nehézségei, problémái előjönnek, és azt gondolja, hogy elköltözik egy másik városba, vagy lecseréli a feleségét. Akkor minden meg fog változni. Minden baja orvosolva lesz. Munkahelyet kell változtatni. Elegem van ebből a főnökből. Meg ez a város, meg hát Borsod. Hát el kell költözni Ausztriába legalább. De lehet, hogy Kanadába kéne menni. Hát meg ez az asszony. Hát ez egy rossz választás volt. És azt gondolja az ember, hogy ezekkel a döntésekkel, ezzel a meneküléssel megmenekül. És ugyanúgy összejön egy ugyanolyan hárpiával, vagy még rosszabbal. Hát igen, mert ahogy idősödik az ember, egyre jobbakat talál. Egyre jobbakat. Tehát aki egyedül él, az nem véletlenül él egyedül. Tisztelet a kivételnek. Özvegyektől bocsánatot kérek, de
Szóval ilyen menekülésben hoz az ember rossz döntéseket. Nagypapa jut mindig eszembe a menekülésről, meg ezek erről az igéről. Elmesélte, hogy kint voltak a fronton, a Donkanyarba. És voltak újoncok, akik jöttek, mint ahogy most is mennek az ukrán frontra, meg az orosz frontra. És azért nem tart tovább az életünk egy napnál a fronton, mert olyan szintű félelem van bennük, hogy nem tudják, hogy mikor kell veszteg maradni, és mikor kell futni. Vagy hogyan kell futni. És mesélte azt, hogy ott voltak a lövés, ott voltak egy kis micsoda, egy kis földbucka mögött, és gépfegyverrel lőtték őket. És egy nem messziről származó srác volt mellett, egy fiatal srác. És hiába ordította neki, hogy Józsi, ne állj föl! Ne állj föl! Ne szaladj! A félelem nagyobb volt ebbe a fiúba. Tehát abban a pillanatban lesorozták. De aki hisz, az nem fut. Találtam egy igét, ez nagyon... Ézsaiás 30-hoz, ha lapoztok, nem kell sokat menni. A kettő együtt van, a 30. rész, 13. verstől olvasom. Azért a bűn olyan lesz nektek, mint a leesendő falhasadék, amely már kiáll a magas kőfalon, amelynek aztán nagy hirtelen jön el a romlása. Tehát itt van a kőfalnak a rossz állapota, tehát az az élet, amit épített Izrael, az minél magasabb, minél tovább jut, az annál veszélyesebb. Annál nagyobb a valószínűsége, hogy ott ember életeket fog követelni, az a fal ledől. És azt mondja a proféta, a bűn, ez a bűn, előtte mondja, hogy milyen bűnök, olyan lesz tinektek, mint a leesendő falhasadék, amely már kiáll a magas kőfalon, amelynek aztán nagy hirtelen jön a romlása. És romlása olyan lesz, mint a fazekasok edényének romlása, amely kímélés nélkül eltöretik, és nem találni törékeny közt, a töredékei közt olyan cserepet, amelyen a tűzhelyről tüzet lehetne vinni, avagy vizet meríteni a tócsából. Magyarul teljes romlás. Tehát porrá. Semmire nem lesz jó az életük. Mert így szól az Úristen, Izraelnek szentje. Figyelj, mit mond az Úr? Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna. Csöndességben és reménységben erősségetek lett volna. És a legszomorúbb két szó, vagy három szó itt a végén. De ti, négy szó, nem akartátok. Az ember általában annyira büszke, hogy megvan róla győződve, hogy ebből a slamasztikából, hogy ne használjak csúnyább szót, ebből is ki fogok mászni. A múltkor, amikor a Pál apostolnak a hajótöréséről beszéltem, van egy ige, ami nagyon-nagyon kiemelkedik, és nagyon nagy üzenet. Hogy azt gondolták, hogy feltett szándékukon úrrá lesznek, mármint a hajónak a vezetése, a kapitány, meg a rakománynak a tulajdonosa. Azt gondolták, hogy minden fújás, meg háborgás ellenére, amit eldöntöttek, feltett szándékuknak úrrá lesznek. Feltett szándékukon úrrá lesznek. Na ez a helyzet, hogy ez a világi embernek az a fajta hamis önbizalma, ebből is ki fogok mászni. Figyelj ide engem. Ez csak megerősít.
ami nem öl meg, megerősít. És sok mindenből ki is lehet mászni egyébként, akarattal. De Istennek a terve az, lett volna itt Izraelre nézve is, és szerintem sok embernek, hogy nem szaladgálni kell. Megtérve és megnyugodva megmaradhatatok volna. Meg kell térni, és meg kell nyugodni. Mert ez a harcnak kisebb része a mi részünk. A nagyobb része az Istennek a része. És ennek a harcnak is vannak szabályszerűségei. És a legfontosabb része az Úrral való kapcsolatod, az ima életed, a Szentlélekkel való közösséged, aki vezetni tud, aki tanácsolni tud ezekben a döntésekben. Hogy tényleg mikor kell és hogyan kell futni, és mikor kell ülni a fenekünkön. Az Úr szelleme tud kijelenteni, tudja kijelenteni. És ilyenkor az emberek, ahogy mondtam már múltkor, annyira félnek ettől a összetöretéstől, meg ettől a bűnvallástól, meg ettől, hogy megvalljam a bűneimet valakinek, hogy beismerjem, hogy elrontottam. Annyira félnek, keresztények, pedig hát így kaptunk bűnbocsánatot. Drágáim, hát annak idején, amikor megaláztuk magunkat, Isten akkor magasztalt fel. Hát szerintetek ez megváltozott? Vagy azt fogja mondani, hogy hát csalódtam benned. Szerintem a legjobban mi magunkba csalódunk. És van Istennek egy lakhelye. Azt mondja, hogy a mennyben lakozom, az egekben lakozom, de a megtört szívűvel is, az alázatos lelkűvel is. Szeretnéd tudni, Istennek hol van a lakóhelye a földön? Na ott. Ahogy a próféta mondja, Ézsaiás 57:15, már nem lapozunk oda, de legyen meg a felvételem. A megtört szívűvel és az alázatos lelkűvel lakozom, nem csak az egekben. És annyira félnek emberek ettől a szomorúságtól, ettől az összetöretéstől, és kétfajta szomorúság van, és van a világ szerint való szomorúság, és van az Isten szerint való szomorúság, és az utóbbi azt mondja, hogy megbánhatatlan megtérés szerez. Tehát nem kell félni attól, hogy valaki megszomorodik a bűnei miatt, aki felismeri ezeket, dicsőség az Úrnak. Így kezdődik az ébredés, így kezdődik a változás, így kezdődik az újjáépítés. Így van egy új kezdet az életedben. És nem csak akkor, amikor ezt először teszed meg, hanem mindannyiszor, amikor valamivel szembesülsz, hogy nem olyan, amilyennek Isten szeretné, amilyennek Istennek kedves az igéje szerint. És itt jön be az junior mérték, és itt jön az az értékrend, és az a norma, amihez viszonyítani kell, és amihez állandóan mérni kell a gondolatainkat, az indítékainkat, a beszédünket, a testünket is. Hogy tekintesz a testedre? Ilyen vagyok, olyan vagyok, kövér vagyok, sovány vagyok. Nem a magamé vagyok. Kész. Nem a magamé vagyok. Uram, itt vagyok. De otthon is vagy, Gyülivel, testvérekkel, ahogy mondtam, vagy a munkába. És van egy mérce, és ez szembesít azzal, hogy mi az, ami egyenes, és mi az, ami görbe. És hagyd mondjam el, Krisztus ez a mérce. Krisztus az életünknek a zsinór mértéke. A Krisztusnak, a Mesiásnak, a Felkentnek, a názáreti Jézus Krisztusnak a hozzáállása dolgokhoz, az értékrendje, mindez határozza meg. Ezért nem az a lényeg csak, hogy higgyünk Jézus Krisztusba, hanem hogy tanítványokká váljunk, vagyis azt a tanítást, azt az értékrendet, amit ő ránk hagyott, amit kijelentett üzenetbe, azt magunkévá tegyük, és így rendezzük be az életünket, és ez legyen az életünknek a zsinór mértéke. Mert akkor lesz jó dolgunk. Nem csak itt a földön, hanem a mennyben is. Nem csak a mennyben, hanem itt a földön is. Mert ezek szellemi törvényszerűségek. És ő a mérce, hozzá kell viszonyítani magamat, hogy mi az, ami vízszintes a cselekedeteimben, kapcsolataimban, hogyan működött ő, hogyan reagált ő dolgokra. A héten is kaptam egy kérdést, hogy mit gondolok valakinek a látásáról, az országról, a hitünkről, a gyülekezetekről, stb. És ilyenkor mit csinál az ember? Végig
átszkeneli a Szentlélek által a gondolataiba, hogy mit mond, hogyan viszonyult ehhez Jézus, hogyan viszonyult ehhez Pál apostol. Foglalkozott ezzel Pál apostol? Hogyan viszonyult hozzá? A Galata levélhez, hogyha lapoztok, Galata 6. részében. Első verstől. Atyám fiai, tesók, hívőkhöz beszél. Kedves testvéreim, kedves atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, mi? Bűn. Bűn? Testvéreket? Nem vagyunk tökéletesek? Ti szellemiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek a lelkével. Tehát nem leforrázni kell szegénykémet, eltévedt, hanem szelíden inteni. De ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, ezek erőszavak, nem? Ez, hogy semmi vagyok? Hát bizonyos értelemben igen. Egy jó önbecsüléssel levő ember Isten szemével így látja magát. Nem valaminek, semmi. Ha valaki azt véli, hogy valami holott semmi, önmagát csalja meg. Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csak is önmagára nézve lesz dicsekedése, és nem másra nézve. Tehát magyarul nem azzal kell foglalkozni, hogy a másik mit csinál. Sokkal jobban szeretünk foglalkozni azzal, hogy a másik mit csinált, és mit csinál, mint azzal, hogy mi. De hát azon, az nem a te dolgod. A te dolgod az, hogy magadat igazgasd, és vizsgálgasd. Mert ki a maga terhét hordozza? Tehát egy pár versen belül más terhét is kell hordozni, meg a magunkét is. Megvan ennek is az ideje, hogy a magadét hordozzad, és ne foglalkozzál a másikkal. Megvan annak is az ideje, hogy a másikével foglalkozzál a megfelelő hozzáállással. Hogy nehogy azt gondold, hogy te külön vagy. Tehát ez a semmi, ez ezt jelenti. Nehogy azt gondold, hogy a te cselekedeteid mennyivel jobbak. Mert akkor nagy tévedésbe vagy. És minél az ember minél keményebb szívű, most gondoljátok Dávidra, mikor a Nátán oda ment, és elmondta neki ezt a sztorit a kisbárányról, az egyetlen kisbárányáról annak az embernek, akkor Dávid egyből kimondta, meg kell ölni. Hogy elveszi az egyetlen kis bárányát? Tehát olyan kemény volt a szíve. És amikor egy ilyen kemény szívű állapotban vagyunk, akkor csak az ítélkezés jön ki. És ítélkező emberekről tudjátok, hogy ilyen állapotban vannak. És azért ítélkeznek, mert kemény a szívük, mert sivár. És ez mindaddig, addig marad fenn ez az állapot, amíg az összetöretés helye nem jön el, mint Dávidnak az életében. No, és akkor a vetésről, adásról szól, aztán meg egy téma, ami ma is nagyon sokak számára szerintem aktuális lehet. Itt a körülmetélés, meg a külső dolgok, meg a
A zsidóság, ugye itt zsidókhoz beszél, de hát hála Istennek ma is vannak, akik felismerik az identitásukat. Csak nagyon fontos az, hogy ne legyen aránytévesztés, és ne legyen súlyponttévesztés. Tehát nem azért vagyok Isten számára elfogadható, mert zsidó vagyok. Meg imasállat hordok, meg körülmetélkedtem. Egyébként ezt mondja korábban, hogy 5. rész, 6. vers, Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés sem, nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Tehát nincs az a semmi baj, ha imasállat veszel föl, vagy imaszíjat tekersz a kezedre, vagy kipát hordasz, mert zsidó vagy. De azzal sincs semmi baj, hogy te egy kőkemény pogány háttérből vagy. És azt se tudod, hogy mi ez az egész. Semmi baj nincs. De el kell jutnod a szeretet által munkálkodó hithez. Mert itt van a lényeg. És ebben az igében is benne van a vízszintes és a függőleges. A szeretet által munkálkodó hit. Egy helyes motivációval való cselekedet, ami a hitből fakad. És tovább olvasva, akik testre, 12. vers, tehát 6. rész, 12. vers, csak erről ugrottunk oda, mert ezt mondja, hogy akik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre, csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek. Mert maguk a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek. Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nekem megfeszített a világ, és én is a világnak. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, itt megint mondja, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem, na itt a lényeg, az új teremtés. És akik e szabály, e norma, e kánon szerint, mert itt van egyedül az új szövetségben ez a szó, ez a kánon szó, akik e szerint a szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izraelén. Tehát van egy szabály, egy értékrend, egy szabályszerűség, ami az új teremtésben tud csak megvalósulni. Mi ez az új teremtés? Minden ember, aki megtér és újjászületik, egy új teremtés lesz. A régiek elmúlnak, azt mondja, újjá lesz minden. És ennek az új teremtésnek a mozgástere a szeretet által munkálkodó hit. Ennek az új teremtésnek az élettere. Ennek az új teremtésnek a mozgástere az, ahol cselekszik, az, ahol működik. A szeretet által munkálkodó hit. És aki ez szerint, a szabály szerint él, norma vagy kánon, vagy zsinórmérték szerint, annak a következménye békesség és irgalmasság. Békesség és irgalmasság. A legnagyobb szükségünk a shalomra van. A legnagyobb szükségünk arra békességre van, amit Isten tud adni. És ez a shalom, ez a békesség, ez az élet minden területére vonatkozik, minden területére igaz, hogy egyszerűen az a megelégedettség, az a boldogság, mert ennek szinonimája a boldogság kifejezés, az a megnyugvás, az a nyugalom, ami be tudja tölteni az embernek az életét, amikor ezeket a szabályszerűségeket követi. És a másik pedig az irgalmasság. Mert mikor van szükség irgalmasságra, irgalomra? Mindig. Hát amikor elrontunk valamit, és az ítélet lenne a jogos következménye annak a dolognak.
akkor az irgalmasságra van a legnagyobb szükségünk, és ez, ebben benne van az is, hogy az új teremtésben is lehet olyan, amit a rész kezdete mond, hogy ha valami bűn előfogja az embert, akkor mit kell csinálni? Hogyan kell viszonyulni, mint testvér hozzá? De ebben benne van az is, hogy Isten hogy viszonyul hozzád? Hogyha nem megkeményíted magadat, meg nem önmagadat véded, hanem megalázod magadat, és megtérsz, és megszomorodik a szíved, a lelked, és Isten pedig megigazít, és megújít. Azt mondja Pál, hogy nincsen semmi másban dicsekedésem, hanem a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nekem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Mit jelent neked a világ? Milyen hatása van rád a világ? Ez csak kérdés, amin el kell gondolkozni. És te hogy vagy jelen ebbe a világba? Pál úgy volt jelen, mint halott a világ számára. És a világ is halott volt számára. És Jézus nagyon-nagyon határozottan mondja, hogy aki szereti ezt a világot, annak mik a velejárói. És mostanában egyre több helyen vannak erdőtüzek. És tudod, hogy mi az a legbiztonságosabb hely az erdőtűzzel szembe? Hova kell menekülni, ha erdőtűz van? Ahol leégett. Ahol már a tűz pusztított. Tudod, hol pusztított a bűn? Tudod, hogy ki az, aki bűnélet értünk? Na, ott van a legbiztonságosabb hely. Benne van a legbiztonságosabb hely. Benne elrejtőzni. Benne maradni. És ez is feltétele. Nem csak bejönni kell az atyai házba, hanem ott is kell tudni maradni. És Jézus azt mondja, hogy aki bennem marad, aki bennem marad, és az én beszédeim benne maradnak, annak vannak jó gyümölcse és következményei. És csak ott van biztonságos hely. Ott lehet megnyugodni. Megtérve és megnyugodva megmaradtatok volna. De ha szaladgáltok, mint a mérgezett egér, mert olyan büszkék vagytok arra, hogy ti tudjátok mindig a megoldást, akkor egyszer csak eljön az, amikor már nem lesz több megoldás. És nem lesz több futkolódás, futkosás. Mert letelik az idő. De ez az oka annak, hogy fantasztikus kép az, amikor még annyi idő van, hogy elmondjam nektek. János evangéliumához, hogyha még itt a végén lapoztok, a 20. részhez. De tetszik ez a történet. Jeremiás azt mondja, hogy békesség, békesség, és nincs békesség. Békesség, békesség, és nincs békesség. Az Ámosszal, amivel kezdtünk a 7. részben, Amáziásnak nagyon nem tetszett az, amit Ámos mondott, proféciát. Nagyon-nagyon nem tetszett neki. A királynál bepanaszolta, és mondta neki, hogy figyelj, tűnjél, húzzál el innen, Judába. Mert itt Izraelről volt szó, Jeroboamnak a területéről, az északi királyságról. Húzzál el innen, és ott profétálj meg, ott egyed a kenyeredet, meg ott csinálj a dolgokat. Úgyhogy itt nekünk ne profétálgassál. Te ne mondjál ilyeneket, hogy fogságra fog vitetni, meg megítéltetik a királynak a háza. Nem tetszett neki az üzenet. Azt mondta Ámos neki, figyelj ide, Amáziás.
tisztázzuk ezt a dolgot. Én nem vagyok proféta. Én egy barompásztor vagyok. De Isten szólt hozzám, és ezt mondta. És tudod mit? És utána elmondott neki egy proféciát a saját életére. A személyes életére. Hogy hogy lesz parázna a felesége, hogy hogy fogják megölni a gyerekeit, és ráadásképpen hogy lesz az, hogy az egész Izrael szakkompak el fog vitetni a fogságba. Nagyon nem tetszik nekünk az, amikor jönnek ilyen üzenetekkel emberek. De az a helyzet, hogy Isten a békességet szeretné. Nem az ítéletet, nem a romlást. És nézzétek meg, Jézus nem úgy jött a tanítványokhoz, a János 20. részében olvassuk azt, amikor be voltak zárkózva, ismeritek a történetet, és nem egy ilyen győzelemittas, győzelmeikben az egekben járó tanítványokhoz érkezett meg Jézus Krisztus. Nem ilyen tanítványokat talált ott a bezárkózásban. És hányan vannak, akik bezárkóztak és bezárkóznak? Mert félnek mindentől és mindenkitől. Ez is egy abnormális dolog. Tehát ez a pszichológiailag ez egy abnormális dolog, amikor bezárkózol, amikor nem bízol meg senkibe, amikor magadat nem tudod kontrollálni, amikor a döntéseidet nem tudod meghozni és kontrollálni, hanem csak sodródsz. Ez egy rossz állapot. És nézd meg, Jézus 20. rész 19. versében azt mondja, hogy az ige, mikor azért este volt azon a napon, a hétnek első napján, vasárnap volt, és amikor az ajtók zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, és megállt középen. És mondta nekik, békesség nektek. Figyelj, nem kopogtatott, mint a Jelenések könyvében, hogy engedjetek be, fiúk, én vagyok. Nem az ajtóba állt meg, az ajtón belül, hello, hanem középen. És erre van szükségünk, hogy a kellős közepébe, a félelmeinknek a kellős közepébe álljon meg az Úr. És azt mondja nekünk, hogy shalom aleichem, békesség nektek. És mit csinál azon túl, amit mond? És ezt mondván megmutatta nekik az üttörténeti táblázatot. Fiúk! Miért aggódtok? Ha nézzétek már, itt ez lesz, meg az lesz, meg amaz lesz. Nem, megmutatta nekik a kezeit és az oldalát. Örvendeztek azért a tanítványok, hogy látták az Urat. Ugyanaz az orvosság a félelemre, mint amit Pál mond. Krisztus keresztje. Krisztus sebei. Ugyanez. Ugyanez a nyugvó pont. Ugyanaz a forrás, amiből te a békességedet kaphatod, hogy valaki elhordozta, valaki megsebesítetett a te betegségeidért, és így imádkozunk Bencének az édesanyjáért is, a Jézus Krisztus nevében is, minden betegért, akik otthon vannak, és nem tudtak ma eljönni Isten tiszteletre. Hozzátartozóinkért, Jézus Krisztus nevében, mert valaki felvitte a fára a bűneinket, és a sebeiben meggyógyultunk, mert azért sebesítetett meg. És ezek a sebek ezt jelentik, hogy lehet gyógyulásunk, és lehet békesség a testünknek is. Ígéretünk van, és örvendeztek a tanítványok, hogy látták az Urat. És figyelj, mit mond megint Jézus? Ismét mondta nekik, békesség nektek! Megint, shalom aleichem! Fiúk! Töltsön be titeket a békesség. Ne féljetek. És mit csinált ezután? Mit mond? Amiként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. És amikor ezt mondta, rájuk lehelt, és azt mondta, vegyetek Szent Szellemet. Dicsőség az Úrnak. Ez olyan kerek ez a sztori, ebbe benne van minden, amire szükségünk van. Hogy Jézus eljöjjön a legnagyobb depibe, a legnagyobb félelmeinkbe, hogy megálljon ott középen, bármilyen bezártság van, a kellős közepébe a problémánknak, a félelmeinknek, és azt hozza, azt az üzenetet, azt a jelenlétet, és gondoljátok, hogy itt nem történt az meg, amit a tanítványoknak mondott, ha bementek egy házba.
Mit mondtok először? Békesség ennek a háznak. És az a békesség, ami bennetek van, az rászáll a házra. Amikor Jézus megálltott, és azt mondta, hogy békesség nektek, hát minden félelem elment. Minden görcs, minden stressz. Minden elhagyta őket, és csak az a békesség töltötte be őket. És ennek kétszer, ezt a kétszer mondja el, és utána, még ez nem elég, még pünkösd előtt, de itt még nem vagyunk pünkösnél, rájuk lehel. És azt mondja, hogy vegyetek Szent Szellemet. Ez még nem az a túlcsorduló jelenlét a Szentléleknek, de fiúk, hát őszintén erre van szükségetek. Tudod, hogy az Úr tudja legjobban, hogy mire van szükséged? Vegyél Szent Szellemet. És Uram, köszönjük Te neked, hogy Te vagy az a mérce, amihez mérhetjük az életünket, és Te adtál támpontokat, és adtál értékrendet nekünk, és köszönjük neked, Szentlélek, hogy Te elvezetsz minden igazságot, hogy ne tévesszük össze a dolgokat, hogy ne aránytévesztésbe legyünk, hogy ne maradjunk benne a bűneinkbe. Köszönjük neked, hogy ezt a világot is megfedded bűn, igazság és ítélet tekintetében, és minket is elvezetsz minden igazságra, és köszönjük Te neked a Te jelenlétedet. Hálát adunk neked, hogy elhozod a Krisztusnak a békességét, hogy az a nyugalom, amiben ő bement, mi is bemehetünk. Hogy mi benne vagyunk a mennybe elrejtve, és nekünk békességünk lehet, és örömünk lehet, és vigasztalásunk neved. És köszönjük neked, hogy halleluja, hogy amikor az oroszlán megrázza a sörényét, akkor tavasz lesz, mint a Narniába. Halleluja. Ahogy bejebb és bejebb hatol az oroszlán, abba a fagyos birodalomba, minden kivirágzik. És imádkozom, hogy így legyen az életük, Uram, azoknak, akik várnak és keresnek téged. Hogy az a jeges ország, hogy az a fagy, az a dermedtség, az a hidegség elmenjen, és betöltsön bennünket a tavasz illata. Halleluja! Köszönjük neked! Teljesen mindegy, milyen évszak van kint. Teljesen mindegy, mi van a körülményeinkben. Tudjuk, hogy nem ezek határozzák meg az életünk. Köszönjük neked a te hatalmadat, mert te vagy a judabeli oroszlán. Te vagy az, aki győztél értünk a kereszten. És úgy akarunk magunkra nézni, mint akik meghaltunk ennek a világnak. És ez a világ is meghalt a mi számunkra. Köszönjük neked, hogy megmutattad, hogy ezt hogy kell tenni. Legyél áldott mindezekért. Jézus Krisztus nevében, atyánk. Amen.